átadnám Keserű Katalin művészettörténésznek a szót, hogy nyissa meg a kiállítását Herman Leventének. A Várfok Galéria ezzel a ma esti két kiállítás megnyitóval, tehát Misetit Mátyás kiállításának a megnyitójával és Herman Leventének a megnyitójával veszünk részt a programban. Herman Leventének nagy öröm számunkra megrendezni ezt a mai kiállítását, ugyanis 2018-at írunk, és az első egyéni kiállítást pontosan 10 évvel ezelőtt, 2008-ban rendeztük Herman Levente számára. Azóta nagyon szoros az együttműködésünk, az állandó művészkörünk tagja. Kedves gyerekek, hölgyeim és uraim! Itt egy sor kisgyerek van, teljesen egyforma, nem tudom, hogy egy szülő gyereke, de minden esetre gratulálok. És azzal kezdeném, hogy a kiállításra meghívó kép, ez itt mögöttem, meglepette önöket. Próbáltam kikerülni otthon, hogy a címét megadjam, de azért aggódtam, hogy a képeket meg tudom-e különböztetni egymástól címük szerint önök előtt. Még idejöttem, és kiderült, hogy minden képnek ugyanaz a címe. Ritmikus, színes, függőleges sávok, mint egy konstruktivista vagy geometrikus képen, de változatos mintázattal, és a kettő együtt kék ég előtt álló fatörzsek és kisebb-nagyobb üregeik, réseik illúzióját keltik. Volt olyan, mintha Herman Levente festette volna. Nem csak az illúzióval, mint festői, optikai és spirituális kérdéssel behatóan foglalkozó eddigi munkássága miatt, de például a képen szembetűnő kék, zöld, rózsaszín szomszédság is megvolt mindig a festményeim, legfeljebb tompították egymás valőrjét a színek, vagy Herman Levente tompította, keverte őket a színek szürkés, egymást kioltó árnyalatává. Ez a kioltó folyamat jó hosszú ideig zajlott a műtermében, vagy ekként nevezhető helységekben. Farkas szemet néz velünk a lombik volt valaki, aki megdöbbentően hasonlít ránk, ám vakítóan fényes saját magunk. Az erdő és a fény, illetve a lebegés már főtémává vált. Szürreális pedig, már pedig ez szürreális, mint tudjuk, maga a valóság, és eleve legyőzi a festett illúzió világát. Illetve egyértelművé a szívvé és érrendszerré változásuk teszi őket, mely áthatja ezt a struktúrát világot. Azaz, a fa minden részletében állva vagy elfűrészelve, élővény, a természet és az életvilág szimbóluma.